Kezemben tartom Paul Ray és Sherry Ruth Anderson kulturális kreatívokról szóló munkáját. Ha beletekintünk ebbe a tudományos anyagba, nagyon sok tanulságos részletet találunk benne. Például ezt itt. A Lélek anatómiája című könyvének bevezetőjében Caroline Miss egészségügyi intuitív leír egy történetet, amely nem sokkal azután esett meg vele, hogy végzett a főiskolán. Alaszkába érkezett nyári munkára, és felkeresett egy 80-as éveiben járó indián asszonyt. Már egy ideje beszélgettek, mikor az idős asszony kedélyesen megemlítette, hogy másnap egy olyan férfi szertartására hivatalos, aki készül elhagyni a földet. Ez egy úgynevezett potlák ceremónia lesz, magyarázta, amelynek során a férfi a törzsnek ajándékozza a földi javait, majd eltávozik. Honnan tudja ez a férfi, hogy meg fog halni? Beteg? Kérdezte Miss. Válaszolta bölcs idős asszony. Elment egy orvosságos emberhez. Az orvosságos ember megvizsgálta az energiáit. Az energiája árult el az orvosságos embernek, mi fog vele történni. Honnan tudja ezeket az orvosságos ember? Az idős asszony szemmel láthatóan megütközött Miss tudatlanságán. Áruld el nekem, kérte. Hogy lehet, hogy ti nem tudjátok ezeket a dolgokat? Hogyan is? Hogyan élhetünk napjainkban úgy, hogy nem ismerjük a lelkünk állapotát? Hogyan feltételezhetjük, hogy a testünk független a lelkünktől, és a lét hatalmas hálójától elszakadva is élhetünk? Tegyünk egy kis történelmi utazást, jó? Menjünk vissza 2500 évet. Szókratész egyik tanítványával beszélget, Hamidésszel, aki tanítványa is, volt filozófiai tanítványa, de azt kérdezte egy napon tőle, hogy nagyon fáj a fejem, és mit lehetne csinálni, tudnál nekem valamit ajánlani. Mire Szókratész másnap válaszol neki, hogy igen, téged ismerve tulajdonképpen tudnék adni egy gyógynövényt, egy növényt, de ahhoz, hogy ez a növény tudjon hatni, ahhoz először neked lelkileg kell változnod. Ha ennek az aktualitását ma megnézzük, abszolút érvényes. Ugorjunk egy picit. Hippokratész. Az akkori kor, Krisztus előtt, 400 évvel ezelőtt. Ő azt mondja, hogy az orvos a gyógyító művészetnek a szolgája, a tudásnak a szolgája. És a beteggel együtt kéz a kézben küzd a betegséggel szemben, az ő beteg állapotában. A betegnek tehát nagyon fontos megértenie azt, amit az orvos mond, amit segítségként felajánl, hogy ezt végre is tudja hajtani a saját életében, hogy alkalmazni tudja. Vice versa, ugyanúgy az orvosnak is nagyon fontos megértenie azt, amit a páciens, amit ez az ember közöl vele, amit hoz, ahhoz, hogy meg tudja érteni azt, hogy benne éppen most mi folyik, ebben az egyes egyénben, szemében mi történik, mi folyik. A középkorra ez ugye úgy alakult, mondást ismerjük, hogy medicus curat, natura sanat. Tehát az orvos, az csak kezel, de gyógyítani a természet gyógyít. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy a bennünk lévő folyamatoknak egy jó része, az egy gyógyító folyamat, az egy egészségre törekvő, egyensúlyra törekvő folyamat. És hogyha a gyógyítás során én ezekre támaszkodom, és azt figyelem, hogy ezek merre irányulnak, akkor tudom őket segíteni. Tehát nem a betegség ellen fogok dolgozni, hanem az egészség irányában fogok tudni dolgozni a pácienssel együtt. Paracelsus néhány száz évvel később, 15. század közepén. Az orvos ereje a páciensben rejlik. Még néhány száz évvel később, Karl Jaspers, 19. század vége. Filozófusként azt mondja, hogy a betegeknek szüksége van arra, a szabadságra, hogy áttörjék az egészségügy korlátait. Hogy vagyunk ezzel most a 20. században? Hogy vagyunk a
kompetens pacienssel. Világháború után 60-as években vagyunk. Hogy néz ki az egészségügy? A páciens a kórházba kerül. Fehér csempézet körülmények közé sterilen, nagyon objektíven. Az önállóságát teljesen elveszítve. Nem csak a beteg, hanem az egészséges ember is. Ez az az időszak, amikor az édesanyák, a várandós édesanyák bekerülnek a kórházakba, és az várandóság és a szülés egy kóros vagy veszélyes folyamattá válik, ami most kezd feloldódni a mai időnkben, az elmúlt néhány évben Magyarországon. Az eredménye az volt, hogy minden harmadik nő császármetszéssel szül. Tehát nem kompetens ebben az alapvető élet folyamatában, mert félünk, nem bízunk abban, hogy ez egy természetesen lefolyó folyamat, és ezért az, ami veszélyes talán 1-2 ezrelékben, azt mi 30%-ban, 35, akár 40%-ban bizonyos kórházakban annyira bebiztosítjuk, hogy felmetszik az édesanyja hasát, hogy biztonságosan, hogy nagyon biztosan, objektíven zajoljon a történet. Larry Dossi, orvos és több könyv szerzője azt állítja, hogy éppen belépni készülünk az orvoslás harmadik korszakának gyakorlatába, amikor is a terápia ötvözni fogja a spiritualitást és a fizikait, valamint a holisztikus és a hagyományos nyugati megközelítéseket a fizikai és érzelmi gyógyítás érdekében. Az objektivitás és a szubjektivitás találkozása kezd újra létrejönni és tud létrejönni, az, hogy kialakultak olyan orvoslási irányzatok most az elmúlt században, amelyek ezeket igyekszenek és tudják integrálni. Ilyen például az antropozófus orvoslás. Rudolf Steiner ennek az orvoslásnak a lefektetésekor azt mondta, hogy ahol a természettudományos orvoslás fel fog figyelni erre, és kapcsolódni tud majd ehhez, az három terület lesz. Az egyik terület lesz a rák, és annak a kezelése. Ennek a közepén vagyunk. Németországban, Svájcban a betegségbiztosító elismerik és fizetik a fagyöngyel történő kiegészítő kezelést. A másik terület a pszichológia, a pszichoterápia lesz, ahol újra létjogosultságot nyer az, hogy a szervi történések, tehát a fizikai szervi történések és a lelki-szellemi történéseink között direkt összefüggés van. És a szellemi betegségeink egyik alapja az a testi történéseinkben rejlik. És fordítva, a testi tüneteinknek jó része, vagy jelentős része a szellemi-lelki folyamatok által történik. Most ezt pszichoneuroimmunológiának nevezzük új szakkifejezéssel. A harmadik terület pedig, amely még most előttünk áll, az, hogy a külső beavatkozásoknak milyen nagyon nagy hatása és jelentősége van. Ezt a gyermekgyógyászatban látjuk például az én mindennapi praxisomban, hogy milyen jól lehet bizonyos tipikus betegségek krónikus, idült folyamatokra hatni egyszerű lábfürdőkkel, borogatásokkal, bedörzsölésekkel. Tehát ez itt a praxisban abszolút használható. All anthroposophic hospitals and institutions are in a way assembled in the so-called medical section, which is one section of the School of Spiritual Science at the Goethe-Arnum, very close here in Dornach. And so this is think of it in a way of quality authority, and to look at that, this what we're doing here is really anthroposophical based. Anthroposophical hospitals usually are small. We have only 3 big ones worldwide. It's about now 25. It's not very many, and basically they are here in Middle Europe. We have also in England, in Sweden, and in Italy hospitals, and worldwide there are institutions like residence communities and things like that, but not really hospitals. In other countries, it's very
difficult to run privately owned or an anthroposophical hospital. But there are, right now, there are initiatives, say in Brazil or in even in Philippines, in Japan, and we had a delegation from China coming here. So the interest in anthroposophical medicine is growing. In many countries are the governmental restrictions very hard. For instance, in the US, we have several initiatives in the US, and it's very hard to get people there from the usual insurance side. So, of course, you can usually do something for rich people and run a privately owned hospital, but this is not what we really want to. Our medicine, we want to open to everybody and make it feasible for every in the world. In curative eurythmy, method of the anthroposophical medicine. We work with the whole body. We don't work on the breathing directly. The breathing goes through the movement. The regulation of the breathing comes through the movement. So we start, for example, in this case with the asthma, we start with the forces that go up, so which is the in-breathing, the breathing that goes in the body. That's where we start, because that's the point where the patient is at that moment. And then we put the emphasis on the out-breathing, on the exhaling, going out. It's always the whole body, and we don't work with the breathing directly, so we don't talk to the patient, now breathe in, breathe out. The work of the curative eurythmist is always connected to a doctor. We always work with a doctor. It's not necessarily an anthroposophical doctor. It is an unusual thing to work with the sounds in movement, so because eurythmy is visible speech, but as you get there, you can discover a lot of interesting things about your own body. We, here in the Ita Wegmann Clinic, we work with the patients that are internal, and we work with patients that come from at home. So they come once a week, and during the week they have to work. They have to practice. It's like 10 minutes a day, but so then it goes really into the rhythmical system of the patient. So that's a very important thing. The patients we work with, some of them lie in their bed, so we help them moving if they are very ill. We have patients with all kinds of diseases, so we have a lot of cancer patients, helping them to breathe. Working with the pain is a central issue. And we work a lot with children from school. They come once a week. It's all kind of development disturbance, so like hyperactive children. That's a big issue here. More and more people want to have a possibility to be treated in this way, because they realize that in many other places, especially in questions where they are existentially threatened, they look for a way and for people who do look at them not only in terms of just being a complicated body, but as an individual. If you look at the human being with the eye of nowadays science, it's very often we realize that people or man is just looked at as a complicated car, I would say. And so also the paradigm of medicine in a lot of places is just that of repairing some very complicated mechanism. And what is called, say, the spiritual side of man is usually looked at as in something which is on the material basis,
We look at the human being in the different way around, so that we in first place say human being is basically a spiritual, autonomous and authentic being, and it has a body. So, and if you try then in terms of that to make medicine, all you look at the man, at man, at the patient turns around, and you look at the patient as an authentic, autonomous being, and you handle with the patient in a different way, in a much more holistic way. This patient has a muscular hypertension here in the upper back. We see that often. Back pain, lower back pain, upper back pain. And here we have good possibilities to treat with anthroposophic medicine. The patient got injections subcutaneously with Apis and magnesium and tabacum. That leaves the tension, and now she gets a rhythmic massage with a kind of torf and a lavendula. If you go to a normal doctor, then with such a problem, then you will get a painkiller. And if it is too strong, this muscular tension here, then probably a muscle relaxing medicine. That is the difference that we treat previously with substances that come from nature, plants, minerals, animals. We use both techniques. We use our substances from the anthroposophic medicine and the other ones, the allopathic ones. Especially if people come here to the, in case of emergency, then if necessary, we use allopathic medicine and try to do something more with our own methods. So there is a big demand, and perhaps you know that in Switzerland we just had an initiative, a democratic initiative, to get this complementary medicine, as it's called here in Switzerland, into the constitution of the country. And this was very successful. Nearly 70% of the people wanted to have this. On the other way around, it is because of the health market is one of the most lucrative and most growing market, and also most tightened market. So the regulations become more and more and stiffer and stiffer. And so the threat for us is from this side, from the side of regulations, of being big. We have only 63 beds here, which is in economical terms a too small entity to be run really on a profitable basis. It is not very easy to handle this. On the one hand side, to have only the basic funding, and on the other side, yet to do everything for the patient. There is of course an impact now on also our circumstances from this crisis. Hopefully it's not too heavy here in Switzerland right now, because what we usually do, we are connected with what we call real economics and not the financial economics. And another way to think of this question is what shows up in such crisis. So what processes underlying it in terms of psychological processes or things like that are there. And I sometimes look at that, what is going on there in the economic term, as of a big disease process. Even Rudolf Steiner called it one time already before the First World War, he called it a social cancer phenomena, which grew already nearly 100 years ago, because things are produced and money is created, which is not anymore connected with real life. Mostly we have three or four patients in this room.
And they are here for one hour. It's when they are in the clinic, they come three to five times a week. When they come from outside, they come once a week. In the beginning, when they come, we often let them draw a picture just as it comes. And there we can see what are the possibilities of these, the resources that is in this person. And also the problems, of course. We have to look at this as well. To develop an illness takes years, and to really change oneself takes years also. And we have here, mostly we have weeks, and we can make a beginning. We have regular sessions with the doctors where we talk about these works of the patients, and we've tried to find the new directions. And then from there we can find steps that can bring this person new possibilities. These people may need some more water, some more air, or when they are cold, for instance, they need some red colors, some fire, or on the other hand, so, there's a lot of people today who don't move enough, so they have not a good relation to earth. So the work with the clay can help to bring more connection with the earth. We are here in the room where all the compresses and all we prepare for massages, light massages, are prepared here. A lot of nursing we do is hand work as well. The situation that in fact sick people, ill people, patients needs the same than they needed perhaps 50 years ago or 100 years ago, because when you are sick, you need somebody beside you who looks for your safety, and somebody who knows you, who knows your activities that you have, who is attentive about your life, what you need. Sometimes we have patients are announced, for example, from another hospital. They say, well, the prognosis is really bad. She or he will have to live perhaps 1 or 2 weeks, and then this person lives more and more, the life strength is coming back and can leave the house. It's not always like that, but it happens. Mm-hmm. It happens really. Mm-hmm. And I think that's we don't one doesn't realize that human being has a lot of reserves, life reserves, and it depends very much how you manage this part of the human being. That's what we call, or what Rudolf Steiner called Ätherleib. That's all what has to do with life forces. Yeah. Mein Name ist Stöckler, Carlos Stöckler. Ich bin hier verantwortlicher Apotheker. Zuständig für die beiden Bereiche Heilmittellabor, wo wir die Herstellungen machen, und für diesen Bereich hier, das ist die Apotheke, also Distribution. Ich habe 2 Jahre meines Lebens im Heilmittellabor verbracht, also ich kenne die Herstellung, und bin dann schicksalsmäßig hier in der Apotheke gelandet, in der Distribution, weil ich finde, dass es genauso wichtig ist, die Medikamente auch sorgfältig den Patienten zu übergeben. Es ist genauso sorgfältig wichtig, wie es wichtig ist, dass die Medikamente sorgfältig hergestellt werden. Diese anthroposophische Medizin ist eine freilassende Medizin, würde ich mal sagen. Und die schulmedizinischen Medikamente, die üben schon deutlich mehr, ich nenne es mal Zwang,
auf das Organsystem im menschlichen Organismus aus. Das heißt, ich denke, es hat was mit Freiheit zu tun. Und Freiheit und Individualität, ich denke, das sind die zukünftigen Themen sowieso. Die Dieter Wegmann Klinik wurde gegründet 1921, das heißt, wir haben jetzt 88 Jahre. Hauschka kam ein bisschen später dazu, in den 30er Jahren. Dieter Wegmann hat ihn geholt. Hauschka hat dann hier die ersten rhythmischen Herstellungen gemacht und die ersten Heilmittel gemacht. Er ist dann in den 40er, 50er Jahren nach Deutschland gegangen, hat die Firma Wala gegründet. Also die Medizin hat schon einige Jahrzehnte an Erfahrung. Rudolf Hauschka hat von der Homöopathie das Verfahren des Potenzierens übernommen. Also wir potenzieren auch in Dezimalpotenzen, wie auch ein Teil der Homöopathen das macht. Wir potenzieren ein bisschen anders von der Methode her, aber das Resultat ist dasselbe. Und dann finde ich immer wieder bemerkenswert, dass in der therapeutischen Anwendung wir auf dem anthroposophischen Weg zu denselben Substanzen kommen wie die Homöopathen auf dem homöopathischen Wege. Nur der Weg dahin ist ein anderer. Also die Heilmittelfindung, der Weg zum Finden des Heilmittels ist ein anderer und das Resultat ist dasselbe. Und dann bin ich immer sehr glücklich darüber, dass wir uns wieder treffen. Bei all diesen Herstellungen geht es also wirklich darum, die Lebenskräfte zu stärken, und mit dem Lebendigen zu tun hat der Rhythmus. Und darum legen wir großen Wert auf rhythmische Herstellung, selbstverständlich. Das kennt man vielleicht von Wala oder auch von Veleda. Bei der Veleda heißt es dann RH, Rhythmusherstellung. Bei der Wala heißt es WALA, also Wärme, Asche und Licht und Asche. Das sind die Rhythmen, die wir verwenden. In der Dieter Wegmann Klinik stellen wir die Heilmittel, Ursubstanzen nach dem Wala, nach der Wala-Methode her. Also wir beachten diesen Wärme, Asche, Licht, Asche, Rhythmus. Das ist mal ganz klar bei der Herstellung zu beachten. Dann ist es uns ganz wichtig, dass wir natürlich im Jahreslauf gucken, wann ernten wir die Wurzeln, wann ernten wir die Blätter, die Blüten und die Früchte. Also dass wir das im rhythmischen Jahreslauf zum richtigen Zeitpunkt ernten. Und dann ist es uns ganz wichtig, dass wenn wir bei der Ernte waren, dass man nicht sieht, dass wir dort geerntet haben. Also so eine Nachhaltigkeit soll dazukommen, ganz klar. Also primär verwenden wir Pflanzen aus Wild, von Wildstandorten, soweit das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann verwenden wir Pflanzen aus eigenem Anbau, der ist biologisch dynamisch. Wenn das nicht möglich ist, kaufen wir Frischpflanzenmaterial von möglichst biologisch dynamischem Anbau. Wenn das nicht möglich ist, dann kommt biologisch, also Knospe zum Beispiel. Und in ganz seltenen Fällen, wenn das auch nicht möglich ist, dann kaufen wir konventionelle Pflanzen. Wenn wir ganz früh morgens aufstehen, im Sommer, vor Sonnenaufgang, zum Beispiel 4 Uhr morgens, dann fährt man in die Vogesen, pflückt die Arnika bei Sonnenaufgang, weil man dann die Morgenkräfte drin haben möchte zum Beispiel. Dann kommt man zurück gegen 6 Uhr morgens und dann wird dieses frisch geerntete Pflanzenmaterial gewaschen, wenn das notwendig ist. Bei Wurzeln zum Beispiel, bei Blüten ist das nicht notwendig, und verarbeitet. Die Verarbeitung sieht dann so aus, man schneidet es von Hand möglichst fein. Man stampft es in einem Mörser, sodass eine Mazeration beginnt. Und dann beginnt dieser 7-Tage-Rhythmus nach der WALA-Methode. Ja, das ist wichtig, dass in diesem Prozess wirklich keine Maschinen eingesetzt werden, das ist Handarbeit. Ich fange vielleicht mit der Idee an. Die Idee ist, dass man das Pflanzengerüst, das ja unlöslich ist im Wasser, das kann man da nicht in irgendwelche Tropfen reinbringen, dass man dieses Pflanzengerüst ersetzt durch Wasser, das wir aus dem Schwarzwald holen, sodass man am Schluss dieses 7-Tage-Rhythmus aus 100 Gramm Pflanze 100 Gramm Urtinktur enthält. Also das ist dann wirklich eine 100%ige Urtinktur. Bei diesem 7-Tage-Prozess ist es uns wichtig, dass wir eben den Rhythmus beachten, um die ätherische Kraft aus der Pflanze in die Flasche reinzubringen. Das ist die Aufgabe und das ist gar nicht so einfach. Daher arbeiten wir mal ohne Alkohol, weil Alkohol würde die Sache natürlich sehr gut extrahieren, aber auf der anderen Seite würde es die Sache auch mumifizieren. Es würde einen
aktuellen Zustand einfrieren, wie eine Mumie. Und wir wollen keine Mumien, sondern wir wollen möglichst lebendige Sachen. Nun ist das Problem nach dem Schneiden der Pflanze, kann das nicht mehr leben. Aber wir wollen trotzdem, dass es dann nicht verschimmelt, wie ich anfangs gesagt habe. Und darum versuchen wir, ein ätherisches Gerüst hineinzuweben. Und dafür dieser 7-Tage-Rhythmus. W für Wärme, A für Asche, L für Licht, A für noch einmal Asche. Dann haben wir eine Ursubstanz, eine 100%ige Urtinktur, die in den Keller kommt, dort für mindestens ein halbes Jahr lagert und erst dann nach erneuter Prüfung, also das sind dann In-Prozess-Qualitätsprüfungen, dann kommt es zur Verwendung und dann holt man es aus dem Keller und macht zum Beispiel die Potenz D6 zum Beispiel, Formica D6, oder man holt das aus dem Keller und potenziert es und verarbeitet es dann zu Suppositoren, also Zäpfchen, zu Salben, zu Ampullen auch, Steril-Arzneiform, Globuli, Pulver, keine Tabletten hier im Hause, wir haben keine Tablettiermaschine. Das sind, ich denke, die wesentlichsten Arzneiformen, ja. Dann ist es also so, dass hier zum Beispiel 700 Einzelpotenzen stehen, die darauf warten, bis ein Arzt und ein Patient sich begegnet sind. Es resultiert daraus ein Rezept und dieses Rezept kommt zu uns und dann machen wir zum Beispiel eine ganz individuelle Mischung. Wenn Sie mit einem Husten oder Bronchitis zum Arzt gehen, dann wird der anthroposophische Arzt für Sie eine Mischung zusammenstellen, die wir hier machen können. Und wenn ich zum selben anthroposophischen Arzt gehe, mit denselben Symptomen, dann könnte es sein, dass ich eine ganz andere Mischung bekomme. Und das wird dann hier ad hoc gemischt.